A könyv egy intenzív kutatás eredményének összegzése, eddig ismeretlen új adatokat, képeket és számos interjút tartalmazó dokumentumgyűjtemény. A Történések könyve című részben a holokauszt komáromi és környékbeli történetét ismerheti meg az olvasó. A fejezet egyebek mellett tartalmazza a mai dél-komáromi deportáltak, meggyilkoltak névsorát is. Hát a történetek, tehát a holokauszt sorsoknak a 90%-át még soha senki nem írta le, tehát azoknak a holokauszt sorsok, azokat a holokauszt sorsokat, amelyek a kötetben szerepelnek, és hát azért volt rá szükség, mert ugye tavaly 70 éves volt a holokauszt, és ez a tavalyi október 17-én a Komáromi Lakógyógy Múzeumban megnyílt kiállításnak a teljes anyagát tartalmazza ez a kötet. Azok az emberek, akiknek a sorsát tartalmazna, akár a túlélők, akár pedig a leszármazottak, ők már igen idősek. Tehát a túlélők miután 87-90 év körüliek, tehát igazániból ez már az utolsó pillanat volt ahhoz, hogy azért a sorsukat tulajdonképpen leírjuk, hogy átadják nekünk, és a leszármazottak szintén már viszonylag, tehát ilyen 60 év körüliek vagy annál idősebbek, és nagyon érdekes, hogy akár a túlélők, akár a leszármazottak szempontjából, hogy sokaknál már korábban is jártak, vagy valamiféleképpen megkeresték őket, de egész eddig nem érezték fontosnak, időszerűnek azt, hogy elmondják, hogy mi történt velük. A második részben beszélgetések olvashatók a túlélőkkel, a túlélőkről és az áldozatokról, a Csillagerőd egykori zsidó, politikai, valamint cigány foglyaival. Nagyon sok filmet láthatunk, nagyon sok könyvet olvashatunk a holokausztról, de azok valahogy úgy valakivel megtörténtek, és ezek a történetek, amelyeket személyesen vettem interjúként a túlélőktől, a hozzátartozóktól, ezek köztünk élő történetek. Ugye egy nagyszerűen szerkesztett, egy történész szemlélet látszik benne, és hát ugye van két része, egy történeti rész és a sorsok könyve, a másik, ami hát egy nagyon megrázó dolog, tehát itt ennek azért vannak olyan tanulságai, amikor a túlélők teljesen a személyes élményeiket mondják el a családjukról, és ami az érdekes, hogy ez nem a halálról szól, hanem az életről szól, ezért is nagyon megrázó.